Sziasztok! Már lemostam az arcomat micellás vízzel. Az Avon Nutra FX micellás vizét használtam újból. Meg is mutatom. Itt van. Ezzel már elkezdtem lemosni a sminket magamról. A vattakorongok jelzik is. Meg azt a szememet már egy kicsit lemostam. Úgyhogy most folytatom tovább az arctisztítást. Fontos, hogy először áztassuk fel a festéket a szemünkről. Nem szabad túlzottan dörzsölni a pillákat, mert egyrészt ki is hullanak, másrészt nyilván ez nem egy kíméletes módja a smink eltávolításnak. Úgyhogy én általában így szoktam, hogy csak kicsit feláztatom, és utána áttörölgetem azt. Következő lépés az arcradírozás. Valamilyen hámlasztás az a lényeg. Én általában ezt szoktam használni, ez a fizikai, illetve van kémiai hámlasztóm, mint például az önyúlnak a szérumja, a glikolsavas. Úgyhogy először egy picit benedvesítettem az arcom, és utána megyek rá ezzel a Planet Spa arcradírral. Arra figyelek, hogy a szem közeli részeket azt kihagyjam, de alaposan átdörzsölöm fel az egész arcomat. Megfizethetetlen ilyenkor olyan frissnek és üdének érzem az arcom. Tehát az önnyú C-vitaminos ragyogást fokozó tonikjával áttöröm az arcom, visszaállítom a pH-t. Szépen letisztított, leradírozott és tonizált arcbőrre most már jöhet egy jó kis szérum. Most az önnyú retinolos szérumját használtam. Retinol tartalmának köszönhetően segít csökkenteni a ráncokat, azoknak mélységét, darabszámát. Nekem nem sok ráncom van még, leginkább a szemem környékén, illetve a homlokomon vannak mimikai ráncok, de ha lehet, akkor azokat is szeretném egy picikét ápolni, és ezáltal talán halványodnak. Ezt a szérumot általában én mindig estére szoktam használni, mert a C-vitamin az fényérzékeny. Nagyon kellemes textúrája van, nagyon-nagyon finom illata van, és akár már pár használat után észre lehet venni, hogy sokkal ragyogóbb, üdébb, frissebb az arcnak a bőre.
kezd egy kicsit fiatalosabb külsőt felvenni, a bőrnek a tónusa javulhat, úgyhogy nagyon-nagyon imádják a vásárlók, nagyon-nagyon szeretik az Avonnak a C-vitaminos szérumját. Egy hihetetlenül könnyű zseléről van szó, egy teljesen víztiszta az anyag, nagyon könnyed, nagyon kellemes, pontosan tökéletes éjszakai viselet. A Distillery termékcsaládról annyit érdemes tudni, hogy 100%-ban vegán termékek, tehát semmilyen állati eredetű összetevőt, illetve káros anyagot nem tartalmaznak. Ilyenkor egy picit fényesnek tűnik a bőr, de egy pár perc alatt ez teljesen beszívódik, és mehetünk pihenni. Örülök, hogy itt voltatok. Puszi nektek, sziasztok!